Józsa István képviselő úr jelezte nekem, hogy más közérdekű elfoglalásak miatt távoznia kellett a teremből, így reagálással Göngyör Istvánnak tudom megadni a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Szóval tudom, hogy ön is tudja, a katasztrófa az pártsemleges. Csak engedjen meg nekem, ön egy negatív példát hozott a saját kis térségéről. Én meg egy olyan térségben élek, ahol az embereket naponta tudják, érzik a bőrükön, a munkahelyükön, hogy veszélyes területen dolgoznak, és érdekes módon itt a térségi összefogás tökéletesen működik. Úgy, hogy a hivatásos szervezet is segít a településeknek, és a települések is segítenek annak érdekében, úgy, ahogy Pál Tibor elmondta, itt a kulcskérdés az, hogy vészhelyzet esetén milyen rövid idő alatt érkezik meg a segítség, és aki ilyen helyzetben volt, én magam egy háztűznél vettem részt, tudom, hogy mit jelent az, amikor várni kell arra, amikor a 2 perc, vagy az 5 perc is egy örökké valóságnak számít. Tehát én, amitől aggódom e törvény kapcsán, mert itt mi a patkóban kimondhatjuk, hogy ez állami feladat. De ezzel, hogy ez állami feladat, megszakítunk olyan folyamatokat, amelyek az elmúlt évek során kialakultak, és én bennem van egy olyan félelem, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat, miután elválik tőle, és lesz egy hierarchikusan jól irányított országos tűzvédelmi és katasztrófavédelmi rendszer, és a törvény jogot ad rá, felhatalmazást ad rá, a települések elkezdenek az önkéntes tűzoltóságban gondolkodni, az erőforrásaikat oda koncentrálják, ők is pályázni fognak, tehát megjelennek ugyanannál a kasszánál többletforrásokért, tehát megint csak oda lyukadunk vissza, hogy egy ilyen esetben szerintem nem homályosíthatja el a tekintetünket az, hogy nem gondolunk arra, hogy költséghatékonyság. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismételten megkérdezem a tisztelt képviselőtársakat, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Jelentkezőt nem látok, megkérdezem Tálai András államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni? Igen, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Nem bíztam a ilyen gyors vita végében, hiszen megszoktuk, hogy a belügyminisztérium által előterjesztett törvényjavaslatok nagy vitát váltanak ki a parlamentben, az országházban, a képviselők között. Talán ez a törvényjavaslat nem ilyen, hiszen amellett, hogy a kormánypártok, a Fidesz és a KDNP frakciója támogatja alapvetően az előterjesztést, a 3 ellenzéki párt padsoraiból is, különösen a Jobbiktól egészen elismerős támogató képviselői felszólások hangzottak el a parlamentben, de ugyanez volt talán az igaz a Magyar Szocialista Pártnak a hozzászólóra is, nem úgy viszont az LMP részéről úgy látszik, hogy mégsem lehet más a politika, hiszen 99-ben a szabad demokraták nem szavazták meg az akkori katasztrófavédelmi törvényjavaslatot, és most azt halljuk, hogy a lehet más a politika frakciója sem igazán ért egyet a leírtakkal. Én nagyon bízom abban, hogy nem igazak azok a kijelentések, amelyeket a frakció képviselője elmondott a mai parlamenti vitában. Ez az az eset, amikor az ellenzék is vitatkozik egymásról, hiszen teljesen homlok egyenest más mondott az MSZP ugyanarról a kérdésről, mint mondjuk az LMP, de ezzel semmi probléma természetesen nincsen. Tudomásul veszük, hogy a parlament legkisebb frakciójának ez a véleménye a kérdésről. Ami kritika elhangzott az ellenzék részéről, arra néhány gondolattal szeretnék reagálni. Azt gondolom, a Magyar Szocialista Párt szakmai kritikái azok nyilván egy feltételezésen, egy majdani leendő állapoton, egy helyzet, amikor majd működni fog a törvény alapján az új katasztrófa védelmi rendszer, arra vonatkoztak alapvetően. Tehát, hogy nyilván, hogy ezen tényleg csak vitatkozni lehet, hiszen azok nem tények, amelyeket önök itt elmondtak, hanem feltételezik, hogy lesznek olyan elemei, amelyek esetleg rosszul fognak működni.
nem érik el azt a hatást, amelyet mi remélünk ettől az egységes szabályozástól. A politikai kritikák nem újak, hiszen ma más sem hallunk Magyar Szocialista Pártól, mint az, hogy az állam erősödik, az állam centralizál, és az önkormányzatok, a polgármesterek adott esetben pedig gyengülnek. Én azt gondolom, hogy szó sincs erről. Vállalni kell azt, úgy gondolom, egy kormányzatnak, egy parlamenti többségnek, hogy igenis az államnak van felelőssége. Van felelőssége, és az államot sokkal jobban és hatékonyabban kell megszervezni, tehát költségtakarékosság és költséghatékonyság szempontjából, nem beszélve a működésről, legyen gyorsabb, szabályozottabb és hatékonyabb a rendszer. Azt gondolom, hogy az adott kérdésben nem az a fontos, hogy a polgármesternek a döntési kompetenciája erősödik vagy nem, hanem az a fontos, hogy az a feladat, amit abban a helyzetben el kell látni, megmenteni az emberek életét adott esetben, vagy vagyonát, azt a lehető legjobb szakemberre bízzuk, aki a legjobb döntéseket tudja hozni. Szó sincs arról egyébként, hogy ebben az önkormányzatok, adott esetben a polgármesterek, a helyi lakosságnak nem kell részt venni, hanem valaki más átveszi. A szakmai irányítást fogja, lényegében a döntést, és annak a felelősségét fogja az adott esetben átvenni majd, ugye az új törvényjavaslat alapján. Én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy 1999-ben az akkori törvényjavaslatot is tudta támogatni a Magyar Szocialista Párt, bízom benne, hogy módosítók megtárgyalása után meg fogja kapni a törvényjavaslat az önök szavazatát is. A Jobbik frakciójára csak egy félreértés szeretnék eloszlatni, hogy a katasztrófavédelmi hozzájárulásnak a mértéke, tehát nem 1%, az valóban nagyon sok lenne, hanem 0,1%, tehát ilyen értelemben az ugye 1/10 az ön által elmondottaknak. Mi köszönjük szépen az elismerő gondolatokat. Koncepciójában, alapelvében, teljes mértékben egyetértünk. Nyilván az elhangzott kritikákat is természetesen meg fogjuk fontolni. A képzésre tett véleményét pedig kimondottan jónak és megfontolandónak tartjuk. Azt gondolom, hogy fontos kérdés valóban a vagyonnak a kérdése. Ebben bizonyosan lesznek viták. Itt úgy vélem, hogy van egy koncepcionálisan más gondolkodás közöttünk. Nem mondom, hogy nincs igazság alapja annak, amit önök mondanak. Mi úgy gondoljuk, hogy azért az önkormányzati vagyon, az önkormányzati forrás, az önkormányzati pénzforrás is közvagyon és közcélokat szolgál. Tehát akkor, amikor az önkormányzat a forrásokat a jobb tűzoltóság megszervezésére, az eszközök színvonalának emelésére fordította, a közvagyont közcélra fordította, és azt szolgálta. És ne fogjuk ezt úgy föl, hogy az egy önkormányzati és az én házam, az én várom, és hogyha a közfeladat ellátása most már nem az önkormányzatot, hanem az államot fogja terhelni azzal együtt, akkor most már, amit egyébként az is lehet, hogy állami forrásból költött az önkormányzat az adott feladatra, az azonnal visszajár és kártérítés jár érte. Úgy gondolom, hogy a törvényhozónak, hogyha természetesen az alkotmánnyal egyezik, akkor joga, felelőssége és lehetősége, hogy egy ilyen új szabályozást hozzon létre. Én nagyon bízom abban, hogy az eddigiektől sokkal nagyobb egyetértés tud létrejönni a részletes vitát követően a parlamentben a törvény végszavazását illetően, és az a cél pedig, hogy egy sokkal szabályozottabb, egységesebb és egy hatékonyabb, gyorsabb katasztrófavédelmi rendszert hozzunk létre, ami természetesen mindannyiunknak az érdeke. Ezen törvényjavaslat elfogadásával majd valóra válik, és az élet fogja igazolni ennek a szabályozásnak a jogosságát és a valóságát. Köszönöm szépen még egyszer a parlamentben elhangzott véleményeket és a közös munkát.
Köszönjük szépen, államtitkár úr! Én magam is köszöntöm a házat és a munkánkat, figyelőket. Átvettem az ülés vezetését Balczó alelnök úrtól, és most az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, részletes vitára bocsájtásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül majd sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 64-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. Téper 3486-os számon ismerhették meg a törvényjavaslatot. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem dr. Katona Tamás urat, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagját. Köszöntjük az Országgyűlés munkáján. Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés hétfőn házszabálytól való eltérésről döntött. Ennek értelmében a módosító javaslatokat augusztus 26-án péntek 12 óráig lehet majd benyújtani, úgyhogy egy egész nyári szünet lesz rá, hogy a képviselők ezeken dolgozhassanak. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úrnak, napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben, és hogyha minden igaz, akkor innen az előadói pulpitusról. Önni a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A globalizáció folyamatában rengeteg új, a saját kultúránktól eltérő hagyománnyal találkozhatunk. Az internet révén pedig egészen új kulturális dimenziókat fedezhetünk fel. Gyakran közvetlenebb kapcsolatot tudunk létesíteni a föld túlsó felén lévő emberrel, mint közvetlen szomszédunkkal. Fogalmaink a saját valóságunkról átalakulnak. Identitásunk megteremtése sokkal nehezebb, mint elődeinknek. Az egyénnek egy számára átláthatatlan egység részeseként kell magát definiálnia. A térbeli és a szimbolikus határok összemosódása az identitás újrafogalmazását teszi szükségessé. Az önmeghatározó döntések alapja nem lehet az emberiség úgy általában. Szükségszerűen megnő tehát az igény a sajátosságok hangsúlyozására. Ebben a szemléletben nyer új értelmet a nemzet fogalma, mint hovatartozásunk alapvető meghatározója. Nemzeti önazonosságunk megőrzése és egyúttal újrateremtése egy soha véget nem érő folyamat. Ennek a folyamatnak egy nagyon fontos eleme a nemzeti múltunk, közös emlékeink tisztelete, mely megalapozza önbecsülésünket. Tisztelt ház, számos európai ország ismerte fel az emlékezés, valamint a nemzeti történelem tiszteletének fontosságát. Nagy-Britanniában például a National Memorial Arboretum állít emléket a brit történelem hőseinek. Franciaországban az az emlékpark, amely a II. Világháború áldozatai előtt tiszteleg, ugyanezzel a feladattal. A park egyébként a francia történelmi emlékezet megőrzése mellett a béke eszméje melletti örökérvényű kiállás fontosságára is figyelmeztet. Hazánkban már az előző két kormányzati ciklusban felmerült a magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek törvényi szabályozásának igénye. Örömmel jelenthetem, hogy hosszú előkészítés, szakmai és társadalmi egyeztetés után elkészült, és az elmúlt hetekben a kormány által is elfogadásra került a nemzeti és történelmi emlékhelyek kérdését a kulturális örökség védelméről szóló törvényben rendezi. E törvényt 2001-ben a polgári kormány terjesztette a parlament elé, melynek 2006. január 1-től hatályos módosítása vezette be a történet, illetve nemzeti emlékhelyek fogalmát. A történelmi emlékhelyek a törvény szerint a nemzet történelme és fejlődése szempontjából kiemelkedő történeti, illetőleg kegyeleti jelentőséggel bíró helyszínek lehetnek. Ezeket az országgyűlés határozattal nyilváníthatja a történeti emlékhelyekké. Nemzeti emlékhelyekké pedig a törvény alapján olyan történelmi emlékhelyek nyilváníthatók, amelyek állami megemlékezés rögzített helyszínei, és az országgyűlés törvénnyel rendelkezik nemzeti emlékhelyi nyilvánításukról. A jogszabály e rendelkezései írják elő azt is, hogy az emlékhelyek nyilvántartásáról, állapotuk figyelemmel kíséréséről, valamint megjelölésükről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság gondoskodik.
jól látszik, hogy ezek a rendelkezések meglehetősen általánosak, így a szabályozás által elérni kívánt cél, azaz az emlékhelyekhez fűződő nemzeti értékek elismerése és megóvása nem tud maradéktalanul megvalósulni, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság számos munkája is számos akadályba ütközött. Jelen törvényjavaslat ezt a problémát kívánja orvosolni, hiszen hazánknak különösen nagy szüksége van arra, hogy polgárainak összetartozás tudata, nemzeti identitás tudata erősödjön. Az országnak olyan szimbólumok kellenek, amelyekre minden magyar büszkén tekint, mindenki által elérhetőek és identitásképző mi voltuk általánosan elfogadott. A nemzeti és történelmi emlékhelyek országos szintű listázása, nyilvántartása és gondozása pedig elősegíti a cél megvalósulását, hiszen olyan helyszínek védelméről van szó, amelyek központi szerepe a magyarság önképében vitathatatlan. Tisztelt Országgyűlés, a tervezet kidolgozása során a kormány folyamatosan konzultált a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal, így a most önök előtt lévő szöveg teljes körű szakmai konszenzus eredménye. A törvénymódosítás megtartja a történelmi és nemzeti emlékhelyek kategóriáit, azonban pontosítja a két szint közötti különbséget, valamint az emlékhely nyilvánítás eljárási szabályait is a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelően módosítja. Történelmi emlékhelyi majd az a helyszín nyilvánítható, amely alkalmas megemlékezések tartására, és ahol a nemzet emlékezetére méltó esemény történt, vagy az ország politikai életében irányadó állami döntés született. A nemzeti emlékhelyeknek a fentiek mellett többlet követelményeknek is eleget kell tenniük, úgy mint egy adott történelmi korban meghatározó jelentőséggel kell bírniuk, kiemelkedő szerepükkel, hogy legyen a magyarság vagy valamely velünk élő nemzetiség önazonosításában, alkalmasnak kell lenniük országos megemlékezések tartására, és a magyar összetartozást vagy a nemzetiségieknek a magyarsággal való összetartozását erősítő és identitásképző jellegüknél fogva a nemzet vagy egy-egy nemzetiségi közösség önképében kiemelkedő fontossággal kell bírniuk. Az emlékhelyi nyilvánítás eljárási szabályot is módosítja az előterjesztés. Az egyes helyszíneket nem országgyűlési határozattal, hanem a jogszabályi követelményeknek megfelelően kormányrendelettel lehet történelmi emlékhelyé nyilvánítani. A nemzeti emlékhelyé nyilvánítás továbbra is törvényi formában történne, ezt a melléklet tartalmazza. Az emlékhelyek identitásképző és összetartozás erősítő mi voltának megfelelően a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos tudás integráns részét képezheti a későbbiekben az iskolai tananyagoknak is. Valamint esetleges turisztikai célú fejlesztések lehetővé tehetik, hogy hazánk nemzeti emlékhelyeit a jelenleginél több magyar és külföldi állampolgár kereshesse föl. Az indítvány a megjelölt állami feladatok ellátására a központi költségvetésből forrást biztosít, melynek nagysága természetesen függ az államháztartás mindenkori anyagi helyzetétől is. Tisztelt Országgyűlés, a melléklet tartalmazza azon helyszínek felsorolását, amelyeket a kérdésben leginkább illetékes szerv, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Emlékhely címre leginkább érdemesnek tart. Amennyiben a későbbiekben felmerül egy-egy helyszín nemzeti emlékhelyi nyilvánításának szükségessége, az Országgyűlés a kulturális örökség védelméről szóló törvénybe beépülő melléklet módosításával tudja ezt megtenni. A mellékletben szereplő helyszínek nemzeti emlékhelyi nyilvánításának indokául az alábbiak szolgáltak. A budai várat több mint 750 éve, 1247-ben tette meg IV. Béla királyunk királyi székhelyé. A török kiűzése után a budai várnegyed lett az ország igazgatásának központja. Nem csak az uralkodó palotája volt itt, hanem a helytartó tanács, majd a miniszterelnökség, a külügyminisztérium, a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium is.
A Sándor palotában van a köztársaság elnökének hivatala. Hivatalos látogatásokon az épület, valamint az előtte lévő Szent György tér is komoly szerephez jut. A Magyar Honvédelem napján a fehérvári rondellán lévő Görgei szobor és a dísztéren lévő Zala Györgyféle honvéd szobor is megemlékezések színhelyévé válik. A díszteret az is emlékezetessé teszi, hogy itt végezték ki Hunyadi Lászlót. A rendszerváltás után a dísztér volt a budai kerületek hagyományos és nagyszabású március 15-i ünnepségének színhelye. A Szentháromság tér pedig az augusztus 20-i megemlékezéseké. A Mátyás templom az utolsó két királykoronázás színhelye. Az 5. kerületi Kossuth térre már a 19. század végén úgy tekintettek, mint amely szépen példázza a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás elválasztásának szükséges voltát. Itt épült meg az országház épülete, itt volt a legfelsőbb bíróság, a kúria, mellette pedig egy kormányépület, a Földművelésügyi Minisztérium. A téren Rákóczi és Kossuth szobrai, valamint az 1956-os forradalomra emlékező láng a magyar függetlenségi törekvésekre emlékeztetnek. Itt van a Magyar Köztársaság lobogója, sőt a harmadik magyar köztársaságot is itt kiáltották ki 1989. október 23-án. A törvény szerinti nemzeti emlékhelyi nyilvánítás tehát itt is azt a már kialakult hagyományt szentesíti, mely szerint nemzeti, történelmi megemlékezések színhelye a tér. Az 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum, ma is álló klasszicista épülete, Pest városának egyik legszebb építészeti alkotása, 1847-re készült el. Szinte azonnal nagyon jelentős társadalmi és politikai szerepet kapott. 1848. március 15-én a múzeum előtti téren, a mai múzeumkertben volt az a tömeggyűlés, amelyre ma az első forradalmi eseményként tekintünk. A 20. század közepére visszavonhatatlanul kialakult itt egy 1848. március 15-ét jelképező kultuszhely, mely a márciusi megemlékezések emblematikus helyszíne lett. A politikai életnek más szinten is helyet adott a múzeum épülete. A kiegyezés és az új országház elkészülte közti időben, a Nemzeti Múzeum dísztermében ülésezett a felsőház, míg a képviselőház a múzeum melletti épületben. A Rákoskeresztúri új köztemetőbe főleg a 298., a 300-as és a 301-es parcellába temették el a kommunista diktatúra kivégzett áldozatait. Bár más parcellába is temettek politikaiakból kivégzetteket, mégis a három parcella vált szimbolikus jelentőségűvé. A fenti parcellák együttesen alkotják a Nemzeti Gyászkertet, és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közbenjárása által a legtöbb sír a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánítatott. A sírkert az 1956-os megemlékezések legfontosabb kegyeleti helye. A hősök terén található millenniumi emlékműve itt a hősök emlékműve képviselő úrnak a bizottság előadójának. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, elnök úr! Tisztelgó házán, 5 percet bizony fogunk észrevenni azokat, hogy a bizottság előre ne dolgozunk, ugyanis arról kellene beszélni, hogy mi hangzott el a bizottságban. A bizottságban nem alakult vita, a bizottságban nem alakult se hivatal, beszélgetés is semmi igazán. Maként volt túl az ellenzék képviselőit nem jelentek meg a bizottsági ülésen. Hivatkozunk, mert erről nem akarunk átadkozni, most ez vita ellen zárom. Az azt a pontot, hogy egy kerül hogy a 21. ülés szaptán csak 13 gugusz mozgás, a 13 igen, mert a nagy vita, a általános vitára alkalmasnak tartottuk a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a törvényjavaslatot, köszönöm szépen. Tehát a gyűlésben előre jelentkezett. Most kérdésesbőknek előre jelentkezett a képviselőknek, adom is ki a szót. Elsőként képviselőasszony, Metzer Erzsi Debesz képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaink. Felejteni sokféleképpen lehet, hogy nem a lényegre, nem a lényegre akarunk emlékezni, írja egy helyen Csomistán. Az emlékezés pontosabban a könyvre szépen szóba, a lényegre való emlékezés felnecsülhetetlen fontosságú egy nemzeti hetőben. Mi tudjuk ezt, ez magyarok jól tudjuk ezt, hiszen az egy napig diktatúra